Sziasztok, én Balázs Virág vagyok, vagy Vallabikánt a Dászi, ahogy a legtöbben ismernek. Ez már a szanszkrit nevem, amit a lelki tanítómesteremtől kaptam. És most azt szeretném egy pár percben elmesélni nektek, hogy is lettem én Vallabi. Vagyis hogy is lettem én tulajdonképpen Krisnás. Az egész dolog 4 éves koromban kezdődött, amikor is anyukám, mint aktív fotóriporter, 23 éves fotóriporter, belebotlott Krisna hívőkbe a Deák téren, de igazából a témája az valami graffiti volt a falon, mert hogy ez ugye 89-ben volt, hogyha jól emlékszem, és akkor még az is egy nagy téma volt, hogy ugye megjelentek ezek a graffitik, de a graffiti előtt állt egy szerzetes, és ez a fiú oda lépett anyukámhoz, és mondta, hogy ő nem tartozik ez a felirathoz itt a falon, hanem ő egy ilyen krisnás szerzetes, és akkor adott egy nagyon szép szórólapot anyukámnak. Az egész sztori ott kezdődött, hogy anyukám elment oda fotózni, ugye művész fotósként mattpapírra fekete-fehér képeket készített. Hát nagyon hamar rájött, hogy ez nem az a hely, ahol fekete-fehér filmmel kell készülni, úgyhogy végül is diára váltott, színes diára, és színes diára készítette az első képeket az akkori krisnásokról, akik hamarosan egy másik épületet tudtak szerezni, a híres Mária Remetei úti szintén családi házat, amit ugye átalakítottak egy ilyen központtá, azóta már ugye Csillaghegyen vagyunk, egy nagyon szépen felújított, gyönyörű épületben. A gondolkodásom az mindig nagyon Isten központú volt, és úgy jutottam el az Isten központúságig egyébként, hogy nagyon sok minden érdekel, tehát én ilyen minden akartam lenni. Lehetőleg világhírű, de a legfontosabb, hogy valami művészettel foglalkozzak, és hogy ez valami nagyon hasznos legyen, és így nagyon nagy hatása legyen a világra, vagy legalább Magyarországra, olyan szempontból, hogy jobb legyen az emberek élete tőle. Tehát mindig a jóság volt itt a lényeg, hogy körülnéztem, és láttam, minden nagyon rossz, és én azt szeretném, hogy minden legyen jó. És ehhez kerestem az eszközöket, hogy ezt hogyan lehetne elérni. És miért van az, hogy rosszak a dolgok? És akkor emlékszem, hogy valahogy már óvodás koromon azt gondoltam, hogy hát azért, mert nem hisznek Istenben, és nem követik Isten törvényeit az emberek, és egyre rosszabb tulajdonságaik fejlődnek ki, és hogy valahogy jóvá kell őket tenni. És hát engem ugye nagyon érdekelt, vagy hát az volt affinitásom, hogy fessek, tehát a festészet, képzőművészet kötött le, meg a zene, szóval ez a két terület. És mindig és hát a környezetvédelem volt még ugye egy nagyon fontos témám, úgyhogy tulajdonképpen ez mind itt egybe összeállt, itt a Krisna tudaton belül, de még lapozzunk vissza, tehát, hogy ott volt ez a katolikus hatás is, Jézus Krisztusnak a példája nagyon mély benyomást tett rám. Itt van egy kép rólam, itt vagyok első áldozó, és itt nagyon emlékszem, hogy imádkoztam Jézushoz, nagyon mélyen, véresen. Tehát annyira komolyan vettem, hogy így emlékszem, hogy így minden porcikámmal így könyörögtem, és nagyon-nagyon akartam, hogy biztos legyen, hogy tutira meghallgat, hogy én annyira szeretném az egész életemet arra áldozni, hogy ezt a missziót folytassam, amit ő elkezdett, és annak legalább egy kicsi porszemnyi része lehessek valahogy. Tehát, hogy valahogy kapjak szolgálatot Istennek a tervében, bármilyen módon, és hogy ne vesztegessem el az életemet, hogy... Mert ezen izgultam, hogy annyi minden van, ez is, az is, amaz is érdekel, és hogy nem tudom kiválasztani, hogy mit csináljak. És akkor végül erre jutottam, hogy ha nem tudok mindent csinálni, akkor csak az a fontos, hogy ezeket mind Istenért csináljam, mert ez a sok minden érdekes, meg szép dolog a világban, ez végül is mind Istentől ered. Ugye anyukám 3 évig fotózta a krisnásokat, pont amikor már elkezdték felépíteni Krisna völgyet, akkor már... Mert ő elhagyta ezt a témát, akkor vették fel az MT-hez, és akkor viszont már elrepült ugye a témára sok más fotós. Úgyhogy akkor így anyukámnak csak így az első pár év jutott. De ez bennem nagyon nagy lenyomatot hagyott, és ezt a vegetáriánus életmódot ezt megtartottam, és voltak hozzá érveim is, tehát én egy tudatos vegetáriánus voltam. És amikor a képző és iparművészeti szakközépiskolában jártam festőszakra, akkor pedig ott volt a Göbölyös tanár úrral néprajz óránk, amin belül ugye volt egyszer egy olyan feladatunk, hogy egy ilyen házi dolgozatot kellett írnunk valamilyen tárgynak a fizikai mi voltáról, meg a szimbolikájáról, és akkor én az utat választottam, hogy út, mint olyan, hogyan építettek a rómaiak utakat, meg hogy az emberi életútnak mi lehet a célja, lényege, és hát rengetegféle könyvet olvastam, az Út és Erény könyvétől kezdve Jack Kerouac Úton című könyvén át a Siddhartáig, mindenféle kezembe került,
És hát nagyon sokat gondolkoztam ezen, és nagyon úgy éreztem, hogy ez már egy igazi válságállapot, hogy már 16 éves vagyok, és mindig nem tudom, hogy igazából miről is szól az élet, és hogy ez szörnyű, hogyha életem végéig csak kaparászni fogok, meg kotorászni itt a sötétben, tapogatózni. És tényleg jártam állandóan a könyvtárat. És akkor belebotlottam a déli pályaudvaron egy krisnás lányba, aki ilyen hasonlóan szép száriban ott állt. Egyébként pont egy diák munkám volt akkor, ikonokat másoltam, és azokat vittem vissza a megrendelőhöz. És akkor ráköszöntem erre a lányra, hogy Hariból, mert ezt már tudtam, hogy így köszönnek, aminek persze nagyon megörült, mert hát ugye nem mindenki így fogadja az utcán álló krisnás lányokat. És akkor elmondtam neki, hogy nekem ugye már gyerekkoromból van egy ilyen élményem, és hogy én azóta is vegetáriánus vagyok, és hogy voltam abban a régi templomukban, stb. És akkor én is kaptam egy szórólapot. Úgyhogy kényelmes megoldásnak tűnt, hogy elmenjek, és végre legalább valamit halljak, hogy hát mi a csoda van ebben a Bhagavad Gita-ban. És elmentem, és akkor ott ült egy krisnás fiú, hát nekem akkor nem fiú, hanem egy férfi, vagy nem tudom, fiatalos volt, de azért már közeledett a 30-hoz. Elképesztően intelligens és szellemes előadást tartott, és lehetett tőle mindenfélét kérdezni. És nekem az volt az élményem, hogy igazából én annak előtt, amikor mondjuk hittanórára jártam, vagy bármiféle intellektuális körben benne voltam, például mondjuk a rajszakkör tagok között, vagy zenészek, összes barátom, tehát akikkel lehetett ilyen témákról beszélgetni, mindig az volt, hogyha én valamit kérdeztem, akkor nem csak nem tudtak válaszolni, mondjuk a tantanárnéni, hanem nem is értették igazán pontosan, hogy mit kérdezek. Tehát mindig így nagyon nehéz volt, hogy így próbálom magyarázni, de nem így, hanem úgy értem, hogy... És akkor még mindig így belefáradtam, hogy nem értik, hogy mit kérdezek. És itt volt először az az élményem, hogy első szóra mindent értettek, de halál pontosan úgy, ahogy én akartam, hogy ezt értsék, és annyira jó válaszokat kaptam, hogy nem is akartam elhinni. És a másik, ami nagyon-nagyon tetszett, hogy itt nem csak elméletek, filozófiák, puffogtatása történt, hanem egy élt, gyakorlatba ültetett kultúrát láttam. Ugye látjátok, hogy van egyfajta ruhánk, ez nem csak egy divat, nem Indiát majmoljuk, hanem van oka, hogy miért így nézünk ki, vagy miért hordjuk ezt a jelet, vagy miért azt esszük, amit eszünk, miért úgy viselkednek a nők, férfiak egymással, ahogy. Például ez is nagyon tetszett, hogy voltak ott nálam 5-6 évvel idősebb fiúk, férfiak, és nagyon tiszteletteljesek voltak. Szóval mindig mindenhonnan kilógtam. Még a képzőművészeti zsuliból is, mert ott meg nem voltam elég züldött. És ez volt az első olyan hely, ahol úgy éreztem, hogy be tudok, meg be is akarok illeszkedni. De még nagyon sokáig nem szerettem magam krisnásnak nevezni, mert ez is egy ilyen bélyeg, amit így rányomnak valakire, most akkor ebbe az egyházba tartozik valaki, vagy abba az egyházba tartozik. Én mindig mondtam, hogy én nem krisnás vagyok, én lélek vagyok. De hát ezt tanítja a Krisna tudat, ezt mondja Krisna, hogy te lélek vagy, és hogy örökké Istenhez tartozol, és Isten pedig Krisna. Illetve hát Istennek valójában nagyon sok megnyilvánulása van, de az eredete minden inkarnációnak Krisna, az Istenség legfelsőbb személyisége. Szóval most már nem sértődöm meg, ha azt mondják rám, hogy krisnás vagyok, mert hogyha valakinek ez így kényelmesebb, érthetőbb, akkor persze, oké, persze, krisnás vagyok.